Az első lányuk, köszi! Szia, kislány! Oh, meg soha nem láttam ilyen aranyos babát. Milyen szép kis pofi! Imádnivaló! Csoda vagy! Mi történt a kezemmel? Hívjanak orvost! Ó, ne, várjunk! Én vagyok az orvos! Mi? Mi volt ez? Tényleg nevetett? Nem hiszem, hogy bántani akartál. Oh, itt van a húgod. Rendben, már felkészültem. Ennyi, óvatosan, egyáltalán nem melegszik. Ó, oh, fúj a szél! Ha? Nem tudok dolgozni, amikor mesztelen vagyok. Ezúttal jobban védekezem. Milyen érdekes gajak vannak itt. Na, most feküdj ide. Ó, oh, ne! Miért sír a baba? Lehet, hogy éhes, vagy álmos, vagy játszani akar. Ez nem segít. Íme egy ötlet. Ez a környezetbarát cumi a baba kedvére fog tenni. Megnyugtatja és segít elaludni neki. Hé, hey, mi történt a cumimmal? Ó, oh, megvagy. A természet ma nem áll mellettem. Ilyen kalandok után Dr. Stone-nak is szüksége van egy kis pihenésre. Amint kiveszem a cumit, sírni kezd. Jó, jó, csak ne sírj. Úgy tűnik, így kell majd szórakoztatnom a babát. Mit meg nem teszünk a gyerekekért? Jöhet az utolsó. Ó, óvatosan. A lényeg, hogy ne siess és ne csinálj hirtelen mozdulatokat. Hú, meglepően nyugodt baba. Erre már nincs szükségem. Végre lazíthatok kicsit, hiszen semmi sem jelent baj. Végül is szeretem a munkámat. Ébernek kell maradnia, amikor a babák, a négy elem még picurik. Rosszabb már nem is lehetne. Ah, na jó, lehet. Egyszerre fogadják őket örökbe, vagy szétválasztják. Jó napot! Megijesztem. Sajnálom, nagyon izgatott vagyok. Ah, milyen forró! Óvatosan, ez nagyon sok. Erre is szüksége lesz. Igen, köszönöm. Ne felejtsd el a cumit. A kis föld nem marad meg nélküle. A legjobbakat kívánom. Viszlát. Remélem, minden lánynak találnak jó szülőt. Jaj, de nagyon rosszul vagyok. Ennyi, abba hagyom. Hello, barátaim! A nevem Kaja, és irányítom a levegőt. Ez az, amit tudok. Hát nem klassz, de én vagyok a legszegényebb diák a suliban. Segítesz a biológiában? Jobb, ha megnézed, mi fog történni. Kezdjetek dolgozni, kedveseim! Ó! Oh! Jobban kell figyelnie a lába elé. Ő a nővérem, Jacqueline. Az ő eleme a föld, és szeret virágot termeszteni és gúnyolódni rajtam. Valakinek fel kell frissülnie. Ha, láttad az arcát? Ó, oh, lukas a tető! Mindjárt tönkre megy a sminkem. Végre megkaptad, amit megérdemeltél. Hé, hey, most komolyan? És ő a másik nővérem, Alice. Képes irányítani a vizet. Sziasztok, tesók! Van egy ajándékom a számotokra. Biztos tetszeni fog. Hú, víz, ez nagyon kedves tőled. Én maga vagyok a kedvesség. Kíváncsi vagyok, mi van benne. És ez... Komolyan? Azt írtad rá, pénz kell ételre. A hozzátok hasonló szegényeknek szükségük van rá. Nálad csak egy rosszabb van. Ó, köszönöm. Miről beszéltem? Ó, igen. Az egyetlen ember, aki rosszabb, mint a víz. A harmadik nővérem, Méri. Egy tüzes kedélyű lány. Legalább a pénzt nem vitte el a szél. Ez pedig a tiéd, víz. Mi? Egy aranytábla? Méri! Négy lány, négy elem. Mindannyian különbözőek vagyunk, más-más szülők fogadta körökbe. Ezt a srácot Jetnek hívják, milliomos és a legnépszerűbb srác. Ó, oh, olyan jó képű. Nincs esélyem nála. Virágba borulok, ha mellette vagyok. Hé! Hey! A másik irányban van órám. Ó, oh, a könyveim. Milyen bóta. Elnézést, olyan ügyetlen vagyok. Én vagyok az, aki bocsánatkéréssel tartozik. A levegő flörtöl velem, mit gondol ki ő? Elfelejtetted a füzetedet. Hé, hey, a képű.
Miért nem megyünk együtt órára? Már megint elrontottam mindent. Az ilyen menő srácok, mint ő, nem nekem valók. Minden lány íróasztala megfelel az elemének és anyagi helyzetének. A vízé egy fényűző fürdőkáz, a tűzé egy igazi trón, a földé pedig egy miniker. Kajának pedig egy közönséges kartoníróasztala van. Gyerünk, ülj le! Au! Hol a székem? Jacqueline, ezt a te faágait csinálják, csak ne csinálj hurrikánt! Annyira kínos! Nos, ez vicces! Gyerünk, ne duzzogj! Tudod mit? Olyan tüskés vagy, mint egy kaktusz. Sírhatsz nyugodtan, így segítesz Alice-nak megtölteni a fürdőkádat. A zöld már régóta kiment a divatból. Mi? Hagyjátok abba a veszekedést, zavarjátok a többieket. Ez még megengedett? Alice, egy osztályteremben vagyunk, mit keres itt egy fürdőkád? Mr. Sanders, ne legyen mérges. Szerintem megegyezhetünk. Tudod, igazad van. A legfontosabb, hogy jól érezd magad. Még ajándékom is van. Utálom a sárgát. Erre nem gondoltam. Ez jobb? A kék a kedvencem. Nagyon szép. Köszönöm, segít koncentrálni az órán. Ez a kedvenc kis játékom. Ne irigykedjetek! Erről a helyről hiányzik a tűz, mivel itt mindenki és minden olyan unalmas. Szép gazdagnak lenni. Bármit megengedhetsz magadnak, ugye, Hugi? Hát, akkor jól van. Jó, ha tudod, aranyat nyerhetsz a szémből. Szóval jobb, ha példát veszel a halaidról, és csendben maradsz. Hú, nem tudtam. Várj, van valami a házi kedvenceim ellen? Mit csinálnak a tesóim? Elegem van ebből a színből, és túl hosszúak a körmeim. Ideje manikűrözni. Mit csinál? Elégedett vagyok. Egy stílusos manikűr a szőlőből. Ezt nem csinálják utánam. Nem néz ki rosszul. Nincs kedvem a földben ásni. Csak egy kicsit vízben kell tartanom a kezem, és íme. Ez egy egyedi dizájn, amely kiegészíti a megjelenésemet. Hű, lenyűgöző! És mit fog csinálni Méri? Úgy tűnik, a tízes lány egy szokásosabb módszert alkalmaz. Csillognak a körmeim. Valószínűleg Kaja jobban tud manikűrözni, mint a nővérei. Nos, ha nem próbálom ki, nem fogom megtudni. Sikerült? Nem! Ha a lányok meglátják, kiröhögnek. Sürgősen ki kell találnom valamit. Muszáj lenne itt valami, ami segít. Kesztyű? Ó, nagyszerű! Most már senki sem fogja látni a szégyenemet. Túl nagy a csend az osztályteremben. Ő az! Végre! Szia, Jet! Lemaradtam valami érdekesről. Még egyszer nem szabad így látnia. A takarítószeres kocsi segít. Oh, van egy ötletem. Ha apa megtudná, hogy tönkreteszem a kefét, nagyon mérges lenne. Jelenleg nagy szükségem van egy álcára. Valami hiányzik. Ez most tökéletes. Mi van? Hova üljek? Fel kell söpörnöm a padlót. Minden hely foglalt. Nyugodtan leülhetsz mellém. Tényleg? Csak ne hagyd, hogy elfelejtse. Nos, megmutatom. A dolgok felforrósodnak. A kezem! Ki kell mennem. A tankönyvemet a szekrényben felejtettem. Igen, ússzel, és addig mi beszélgetünk kicsit. Ó, annyira meleg! Hé, leülnél mellém? Nem bánom, simán elférünk. Ez egy szép növény. Vajon mi történne, ha felgyújtanám? Ne! Hagyd abba, ne csináld! Oké, nem fogom. Furcsa. Még mindig áll az ajánlatod. Természetesen. Talán beszélnem kellene vele. Nem, ez rossz ötlet. Azt hiszem, nem tehetek ellene semmit. Írd meg kommentben, harcoljak-e a szerelmemért. Mert szerintem értelmetlen. Mi ez? Van egy állarcos bál pénteken. Vagy érdemes még próbálkozni? Nincs pénzem ruhára. Úgyhogy majd én magam készítem el. Remek, már megvan a szabás minta, de milyen színű lesz? Valami világosnak kell lennie. Azt hiszem, a világos rózsaszín jól állna. Kaja szeretné lenyűgözni Jetet, és a bál tökéletes erre. Épp ezért a legnagyobb komolysággal kezeli az olyan fontos dolgot, mint a ruha megvarrása, és mindent az utolsó részletig átgondol. Most cérnát kell választani. Ez a vízszíne, ez nem passzol hozzá. Ez sem jó.
Mit szólnál ehhez? Nem. Oh, pont ezt kerestem. A leendő ruhámban mindennek tökéletesnek kell lennie a legapróbb részletig. Meg kell szerezni a varrógépemet, de az nehéz. Na, hogy legyen? Szupererő van! Nagyszerű a varrógép, egyenesen a kezembe érkezett. Az anyagok előkészítése megtörtént, nekiláthatok a munkának. Szalagok, szövetek, összevarni az egészet. A kitartás és a szorgalom szükséges tulajdonságok a varráshoz, és a levegőmestere rendelkezik ezzel. A ruha kész. El innen asztal, ideje megnézni az eredményt. Ennek a lánynak nem csak a tornádó készítéshez van tehetsége, hanem a varráshoz is. Ez a ruha olyan könnyű és légies, mint egy rózsaszín felhő. Olyan jó, hogy mégis úgy döntöttem, hogy elmegyek a bárra. Alig várom, hogy lássam Jet reakcióját. Megyek, megigazítom a sminkem. Oh, mennyi az idő? Sietnem kell, nem késhetek el. Vajon kit fog Jet felkérni táncolni? Természetesen engem. Ó, időben ide értem. Remélem találkozom azzal a lányjal, és visszaadom neki ezt a füzetet. Ott van, jól néz ki abban az öltönyben. Hello, Jet, hölgyeim, jól néztek ki, köszönöm. Tüzes Méri is készen áll arra, hogy mindenkit elkápráztasson, vigyázz, nehogy megégesd magad. Mi az? Van barátnőd? Nem szabad a szívem, ez csak átmeneti. Nem fogom engedni, meg kell szabadulnom a riválisoktól. Miért érzem úgy, mintha valami égne? Jaj, ne, az egy kis zöldikém! Csak meg ne haj, anyuci most megment. Végre csak ketten vagyunk. Ha, Méri? Szia, vízi hugi! Ne is álmodj róla, ez a trükk nálam nem működik. Ne becsülj alá! Ó, igen. Te is érzed ezt a feszültséget? Szegény Jet, ő került a keresztűzbe, vagy inkább tűz és víz közé. Valójában nagyon jól éreztük magunkat együtt. Ó, honnan jön ez a forgószél, Kaja? Most aztán tényleg bejött, olyan gyönyörű. Hű, ez ugyanaz a lány, akivel összefutottam a főiskolán. Annyira csinos. Szerintem a tiéd. Ez olyan romantikus, mintha szerelem lenne első látása. Pont, mint valami tévésorozatban. A naplom. Annyira örülök, hogy eljöttél. Úgy tűnik, a levegőlány elnyerte ennek a jóképű fiúnak a szívét. Szerinted kit kellett volna Jetnek választania? Írd meg kommentben!